Jó napot kívánok, ez a háború Ukrajnában adása. A felelős szerkesztő Nádori Teodora nevében is köszöntöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok. Vendégeink itt a stúdióban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, és Skype-on kapcsoljuk Kusai Sándor volt pekingi nagykövetet, mert hogy a nyugati szövetségesek aggódnak amiatt, hogy Moszkva Ukrajna után közvetlenül a NATO ellen fordulhat. Kezdünk! Intenzíven támadnak az oroszok az ukrán határmenti térségben, és Zaporizsia területén is kiújultak a harcok. Az ukrán haderő feltehetően a Krím elleni összehangolt támadásra készül, a Ribár elemzése szerint. Ez látszik a térségben tevékenykedő NATO gépek aktivitásából, a kikötő városokban mozgó fegyverekből, illetve az ukrán Su-24-es bombázók gyakorlataiból írják. Mit jelent tehát ez a mozgás? Egyrészt orosz részről, másrészt ukrán mindkét részről nagyon intenzív mozgás van. Hát egyik, ne felejtsük el, hogy jövő hónapban Oroszországban választás lesz, tehát ennek kapcsán nyilvánvaló szeretne a hadsereg felmutatni valamit Putyinnak, aki ezt fel is tudja használni akár a kampányban, akár azt is jelentető, hogy többen mennek választani. Ez az egyik dolog. A másik, ez a folyamat most már orosz részről egész körülbelül a másfél-két hónapja tart, ami azt jelenti, hogy területeket foglaltak el, és úgy tűnik, mintha nagyon komolyan vennék azt a putyini óhajt, hogy a négy megyét foglalják el, hát ugye jelenleg a két északi megyében folynak intenzív harcok. Erre, ha megnézzük a másik oldalt, mit tesz Ukrajna, ukrán részről is vannak, de nem a frontvonal mentén támadások, tehát azt látjuk, hogy Avgyivka elfoglalása után, mármint orosz elfoglalása után, az ukránok elsősorban ezen a területen védelembe mentek. Át. Ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy a Fekete-tenger térségében, főleg a Krím félsziget irányában intenzív felkészülés folyik. Hát a jelek alapján jogos az a következtetés, hogy az ukránok ott valamilyen támadásra készülnek. Ezt mutatja az, hogy nyugati felderítőgépek repkednek azon a területen, illetve próbálják felmérni az orosz védelmet a Krím-félsziget közelében, tehát a légvédelmet, ezért röptetnek különböző gépeket, ezért próbálnak olyan eszközöket bevetni, aminek segítségével meg tudják állapítani az orosz haderőnek a felkészültségét. Elképzelhető, hogy ukrán részről ezen a részen indul támadás, mivel egyszerűbb a Krimet megtámadni, mint mondjuk a jelenlegi egyébként sáros időjárási viszonyok közepette egy szárazföldi támadást indítani egy túlerőben lévő orosz féllel szemben. Nagykövet úr, London nyíltan arra készteti Kijevet, hogy támadja meg Oroszország milyen fekvő létesítményeit. Ezt Maria Zakharova, orosz külügyi szóvívő mondta, és megismételte az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumának kijelentéseit, miszerint London és Riga egy drón koalíciót fog vezetni, fog kötni egymással. Ha szabad folytatnom ezredes úr gondolatmenetét, ez mind arról szól, hogy befolyásolni akarják az oroszországi választások lefolyását, illetve kimenetét, ami szerintem nem nagyon fog sikerülni, hiszen Putyin elnök győzelemre áll, és valószínűleg ez fog bekövetkezni. A mögöttes területek, a hátországra mért hosszú távú fegyverekkel mért csapások, azok nem a háborúnak a szárazföldi vidékén, a szárazföldi részén zajló konfliktust hivatottak eldönteni, sokkal inkább arról szolgálnak, hogy média győzelmeket jelentsenek, tehát a médiában jelentsenek jól eladható győzelmet, illetve azt, hogy Oroszország belső stabilitását befolyásolják. Egyébként a mostani hadi helyzetet én ugyan nem vagyok katonai szakértő, de úgy ítélem meg, hogy az a másfél-két hónappal ezelőtt domináns narratíva, ami a nyugati jelentéseket ellepte, hogy egy stratégiai patthelyzet, egy befagyott konfliktus van kialakulóban, ez most már biztosan tévesnek bizonyult. Itt az oroszok szárazföldi területen folytatnak támadást, és egyáltalán nem úgy néz ki Avgyijevka eleste után, hogy itt patthelyzet lenne. Az ukránok ezt ellensúlyozni próbálják Krim felé, illetve a déli front szakaszon, és itt én egy aggasztó jelenséget látok.
a nyugati országok hírszerző, légierő kapacitásainak bekapcsolódását. Ez ugyanis azon az éles, vagy azon a vékony határvonalon mozog, hogy hadviselő felekké válnak-e, vagy nem. És itt, ha adott esetben az orosz légierő velük szemben szintén a Fekete-tenger fölött kezd röpködni és megzavarja őket bármilyen módon, akkor itt sokkal nagyobb konfliktus veszély is előállhat. Ezredes úr, hogyan értékeli Mária Zaharova szavait? Én tökéletesen egyetértek azzal, amit a nagykövet úr mondott, mert tulajdonképpen azért azt lehet látni, hogy mindkét oldalról beindult egy olyan, azt mondanám, hogy egy kicsit erőltetett támadás, vagy arra történő felkészülés, ami valóban csak egy padhelyzetet eredményez. Tehát komoly előrehaladást a fronton nem lehet elérni, én így gondolom. Mert Denis Mihály ukrán miniszterelnök Tokióban újabb nagy hatótávolságú rakétákat kért. Ez egy Japánban tartott konferencián hangzott el, és Ukrajna újjáépítéséről beszéltek itt, és Mihály azt mondta, hogy számít az amerikai támogatásra is emellett. Én úgy látom, hogy itt nagyon sok lépés történt ukrán oldalról annak érdekében, hogy támogatást kapjanak. Nyilván tisztában vannak azzal, hogy az amerikai választások miatt jelenleg azért elég komolyan csökkent az amerikai támogatás. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugati többi támogatás azért az folyamatban van. Hát, hogyha Japánba is elmennek és ott is kérnek támogatást, Japán biztos, hogy fog biztosítani különböző pénzforrásokat, vagy esetleg eszközöket, de más ország részéről is ezt lehet tapasztalni. Erre most mindenképpen szüksége van Ukrajnának. Nem biztos, hogy Európa tudja pótolni azt a kiesést, amit az amerikaiak jelenleg okoznak a választások miatt elsősorban. Tehát én úgy gondolom, hogy a ukrán vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy kapjanak többet. Közben van egy előrelátás is, és azon gondolkodnak, hogy majd, ha véget ér, és most már reméljük, hogy talán viszonylag belátható időn belül vége lesz ennek a konfliktusnak, vagy legalábbis intenzitását illetően le fog csökkenni, mert a támadókészség mindkét félnél érzékelhető, akkor elkezdenek gondolkodni azon, hogy újjá kellene építeni. Na most ezt fogjuk majd a jövőben látni, én úgy gondolom. Itt ugye lehet beszélni arról, hogy a G7 országok hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, a G20-asok is fognak tartani konferenciát, tehát itt már egy kicsit kacsingatnak a háború vége felé. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy sajnos pont a két fél között még nincs egy olyan szándék, hogy befejezzék a háborút és megállapodást kössenek. Nagykövet úr, hogyan értékeli ezt, hogy egyrészt Tokióban tartottak konferenciát Ukrajna újjáépítéséről, és hogy ezen a konferencián Ukrajna Japántól is fegyvereket kért? Természetes, hogy Japántól is fegyvereket kért. Egyetértek ezredes úrral, az ukrajnai katonai, fegyverzeti ellátottság most sokkal rosszabb, mint korábban volt, ezért bárhonnan fegyvert kellene szerezni. Japán fegyverek tekintetében elsősorban a Patriot ütegekhez, a légvédelmi ütegekhez tudna megfelelő rakétákat szállítani, de ez nem olyan egyszerű számára, mert itt mindenféle politikai konfliktusok felmerülnek, elsősorban Oroszországgal. Az pedig, hogy fókuszba kerül a háború utáni újjáépítése Ukrajnának, én ezt elsősorban szintén ilyen média narratívának tartom, elsősorban abból a célból, hogy az ukrán lakosság harci kedvét, az ukrán lakosság pozitív hozzáállását fent tudják tartani, ugyanis arról, hogy Ukrajnát hogyan építik újra, és kiépíti újra, azt majd akkor lehet megmondani, ha látjuk, hogy mekkora területek hogyan maradnak meg Ukrajnából. Itt egy kicsit úgy néz ki a dolog, minthogyha előre innának a medve bőrére. Ez soha nem szokott beválni a történelemben, előre nem lehet eldönteni egy konfliktus folyamatában, hogy a végén majd ki mit épít újjá. Mindenki azt építi újjá, ami az ő felügyelete alatt marad. Most a Bloomberg szerint Ukrajna egy másik helyre is komoly támogatásért fordul, méghozzá az IMF-fel
készülnek megállapodni egy 900 millió dolláros támogatásról, amely az uniós támogatások és a hitelek után Kijev második legnagyobb pénzügyi mentővévé válhat. Ez elsősorban nem fegyverkezés szolgálja, mert nyilván az IMF pénzek, azok mindig úgynevezett pántlikázott pénzek, tehát megmondják pontosan, hogy mire lehet felhasználni, ráadásul azt ellenőrzik is. Ez azt jelenti, hogy az állam működtetésére szolgál, körülbelül ugyanaz, mint amit az Európai Unió biztosított az elmúlt hetekben. Na most az azért nagyon hosszú időre sok-sok összeget nem biztosít, ugye tudjuk, hogy 4 évre van elosztva, ezért fordultak az IMF-hez, hát az IMF azért komolyabb feltételeket fog támasztani, tehát itt azért nagyobb odafigyelés lesz, hogy mire fogják ezt a pénzt valójában fordítani, és ők általában szoktak adni olyan instrukciókat, hogy mi az, amire kellene, hogy fordítsák, és ha nem arra fordítják, akkor nem fogják megkapni a különböző részleteket. Tehát ez egy elég kötött pénz, meghatározva azt, hogy mikorra mennyi összeget kaphatnak, és mennyit költhetnek el, és mondom, még egyszer ellenőrizni fogják ezeket. Az Észak-Atlanti Szövetség megijedt Oroszország ambícióitól, írta Ivo Dalder, volt amerikai NATO nagykövet a Politikóban. Dalder úgy látja, a szövetségesek egyre inkább aggódnak amiatt is, hogy Moszkvának nagyobb ambíciói vannak, például, hogy végül közvetlenül kihívást intézzen a NATO ellen. A volt NATO nagykövet szerint Európa Putyin és Trump közé került, mert még ha Bident újra választják is, az európaiak tisztában vannak vele, hogy az erős transzatlanti elnökök korszaka a végéhez közeledhet. Nagykövet úr, miről szól ez a retorika, amit a volt NATO nagykövet most megpendített? Az én megítélésem szerint ez 3 dologról szól, nagyon röviden. Az első, az amerikai belpolitikai folyamatok befolyásolása a cél. Az amerikai közvéleményt igyekeznek befolyásolni, hogy inkább Biden felé hajoljon, mint Trump felé. A második cél az az európai közvélemény, az európai politikai vezetés felrázása abban a tekintetben, hogy erősítsék meg Európa önálló katonai képességeit, ne legyenek teljesen függő helyzetben az amerikai katonai segítségtől. És harmadrészben ez szól arról is, hogy az orosz veszély felmutatásával mozgósítsák a meglevő katonai erőforrásokat Európában. Ehhez egyébként az sem árt, hogyha az ördögöt egy kicsit a falra festjük, olyan orosz veszélyről beszélünk, ami jelenleg nem látható, erősen kétséges, hogy Oroszország akarja, illetve képes-e közvetlenül megtámadni a NATO-t. De azért ennek az ördögnek a falra festése az jó lelki hatást gyakorol az európai közvéleményre. Egy veszélye van sajnos, a falra festett ördögök általában hajlamosak arra, hogy meg is jelenjenek. Ezt egy kicsit pályán kívül bekiabálásnak tartom, amit a nagykövet úr, mármint az amerikai nagykövet mondott, a mi nagykövetünkkel egyetértek. Itt arról van szó, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a Putyin az elmúlt időszakban mit mondott. Azt mondta, hogy Oroszországnak nem áll érdekében a NATO megtámadása. Na most az oroszok pontosan tudják azt, hogy milyen képességeik vannak a NATO-nak, tehát ilyet nem hogy megvalósítani nem fognak, hanem még nem is beszélnek róla a vezetés szintjén. Ami pedig az amerikai nagykövet részéről elhangzott, az nyilvánvaló az, amit a mi nagykövet úrunk mondott, gyakorlatilag ez egy propaganda duma, amit ő elintett különböző forrásokban. Na most miközben a NATO fél, vagy retteg Oroszországtól, Minszk bejelentette, hogy több esetben megsértették a fehér orosz légteret Lettországból, Litvániából és Lengyelország irányába. Ez is egy nagyon érdekes. Kicsit nekem ez megint hallja az egy dezinformációra. Tudnélik, ugye ezt azért a lengyelek meg a litvánok ugyan jól megértik egymást, de azért nem támadnák meg fehér Oroszországot. Ehhez tudni kell azt, hogy fehér Oroszország és az Oroszországi Föderáció között egy rendkívül szoros kapcsolat van, tehát gyakorlatilag olyan, mint a NATO-nál az 5. cikke. Tehát ha ilyen történik, akkor abból háború is lehet nyilván, sem a balti országok mondjuk ebben a legészakibb nincs benne, de a másik kettő igen, illetve Lengyelország nem fog ilyesmit fölvállalni, hogy megtámadja, vagy esetleg nagyon komolyabb provokációt hajtson végre fehér Oroszország ellen. Tehát én ezt rémhírterjesztésnek tartom, ha szabad ilyet mondani.
Majdnem belehalt tegnap a sikertelen brit rakéta kísérletbe a védelmi miniszter Grant Shapps, írja a The Times. A Trident 2 rakéta kilövés után a tengerbe zuhant. Néhány méterre az azt indító HMS Vanguard brit atom tengeralattjárótól. A védelmi miniszter akkor az admirálissal együtt a fedélzeten tartózkodott. Nagykövet úr, hogyan látja ez most, egy szerencsétlen eset, ami történt, vagy egy súlyos malőr esetleg? Én azt mondanám, hogy egy nagyon súlyos malőrről van szó, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ha jól emlékszem, 8 évvel ezelőtt volt az utolsó, a legutóbbi ilyen kísérlete a brit haditengerészetnek, és ugyanilyen kísérlet, és az is kudarcot vallott. Tehát itt valami baj van ezekkel a tengeralattjárókkal, illetve a rájuk telepített interkontinentális potenciálisan nukleáris rakétákkal. Hogy mi a baj, nem tudom, de hogy ez a kudarc bekövetkezett, ez mindenképpen a jele valaminek. És én attól tartok, hogy ez egy nagyobb problémának a jele. Jelenleg két brit repülőgépanyahajó van kikötőben, mert műszaki okokból nem tudtak kivonulni, hogy részt vegyenek egy NATO hadgyakorlaton. Egyik sem tudott kifutni. Két nagy brit hadihajó, aknamentesítő hadihajó szintén kikötőben van, mert súlyos műszaki problémák miatt nem volt képes kifutni a tengerre. Most ez a rakétakísérlet így végződött. Egyik magyar szakértő a közelmúltban azt mondta, hogy a brit szárazföldi hadsereg az beférne egy stadionba, 75 ezer fős a szárazföldi haderő. Tehát Nagy-Britanniában az eddigi takarékosság a védelmi költségeken most olyan következményekkel járt a haderő konkrét akcióképességét illetően, amit a briteknek nagyon sürgősen korrigálniuk kell. Ezeket a problémákat valahogy Nagy-Britanniának meg kell oldani, különben a hajdan volt brit Nimbus, a világtengerek ura, az végképp súlyos léket kap és elsüllyed. Ezedes úr, most a katonai szempontból nézzük, valóban lehet probléma lehet, a felszereltséggel? Igen, lehet. A Trident az gyakorlatilag amerikai gyártmányú rakéta, meglehetősen régi, tehát nem ma kezdték ezt el gyártani. Nem tudom, milyen újabb fejlesztés történt, de nekem módonban volt ilyet látni. Romániában bemutattak egy ilyen rakétalövészetet, nem tenger alatt járól, hanem hajóról, ahol az történt, hogy felszálltunk helikopterrel, hogy lássuk jól a körülményeket, és azt lehetett tapasztalni, hogy kilőtték a rakétát, kijött a rakéta vetőből, és körülbelül egy ilyen 30-50 méter múlva bele a tengerbe. Hát az óriási nagy égésút ott a miniszter is a helikopteren, hát a haditengerészetnek a parancsnoka nem kapott Nobel-díjat ezért, az biztos, de előfordulhat olyan műszaki probléma, amelynek következtében ilyen esetben következhet, különösen akkor a régi a rakéta. És lehet, hogy itt is az volt, és nem indult be valamelyik fokozat, ennek következtében történhetett ez a sajnálatos esemény, és hát azért nem szabad elfelejteni, hogy a Trident az egy interkontinentális ballisztikus rakéta, atomfejjel felszerelhető, és a lőtávolsága az olyan 9000 kilométer, tehát el lehet lőni vele Európából nagyon messzire. De most, hogyha ezt az esetet kiterjesztjük az egész NATO-ra, akkor mit lehet elmondani, hogy ez egy elszigetelt eset, ami történt, vagy az egész NATO fegyverzet tekintetében probléma? Azt én nem menném mondani, hogy mindenütt, meg nincs is mindenütt, tehát a Trident az nagyon kevés országnak van, tehát akinek haditengerészete van, ők használják ezeket, nem lehet azért elmondani, tehát ebből az egy esetből, vagy hogyha még másik is bekövetkezik, legfeljebb ezt a típusra lehet mondani, hogy ezt viszont meg kell vizsgálni, mármint a rakétákat, és hát nyilván nagyon nehéz műszaki feladat az, hogy ezt tenger alatt járuló kell találni azt a pontot, ahol elindítják, tehát ez itt bekövetkezhet olyan probléma is, hogy nem jól lőtték ki, vagy magával a rakétával volt olyan probléma, hogy visszajött a kiindulási helyére. Nem mondanám azt, hogy mondjuk ez a NATO fejlesztéseket ilyen szempontból érint, ez egy régi típus, gondolom, hogy egy ilyen gyakorlaton általában azt szokták csinálni, hogy ami már régi, és le kellene selejtíteni, vagy meg kellene semmisíteni, azokat lövészetre használják. Putyin egy orosz gyártmányú Aurus gépkocsit ajándékozott Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek. A járművet vasárnap adták át az ország hatóságainak.
A két államfő tavaly szeptemberben találkozott személyesen, amikor Kim Jong-un ellátogatott Oroszország távol-keleti részére, és megtekintette a katonai létesítményeket. Az amerikai külügyminisztérium szerint Putyin ajándéka az észak-koreai elnöknek sérti az ENSZ biztonsági tanácsának szankcióit. Nagykövet úr, az oroszok ajándéka miért vált ki vajon ekkora felháborodást az USA részéről? Ennyire erős diplomáciai lépés lenne? Nem gondolom, hogy önmagában ez váltja ki a reakciót. Itt egy sokkal tágabb és sokkal nagyobb problémáról van szó. Amióta az Egyesült Államok, Európa, részben Japán, Dél-Korea szinte számolatlanul vezeti be a szankciókat, az egyoldalú szankciókat Oroszország ellen, ez a folyamat, a nemzetközi szankciós rezsim, a szankciós rendszer erózióját, meggyengülését vonja maga után. A nemzetközi jog szempontjából csak az a szankció jogos és kötelező, amit az ENSZ biztonsági tanácsa rendel el. Ha közben magánalapon 18-20 ezer szankciót vezetünk be, akkor ezzel óhatatlanul leértékeljük az ENSZ szankcióit. Ami Oroszország és Észak-Korea között zajlik mindenféle együttműködés az utóbbi időben, illetve ami az orosz-iráni együttműködés keretében folyik, az valójában az erre a két országra kivetett ENSZ szankciók fokozatos erodálása, feloldása, megszüntetése. Ha a biztonsági tanács egyik állandó tagja elkezdi a szankciókat semmibe venni, akkor már pedig ez zajlik, akkor ennek az egész szankciós rendszerre kiható globális hatása van. Ezért idegesek emiatt a nyugati politikai vezetők. Ezredes úr, mit gondol erről? Hát én úgy látom, hogy itt a szankciók a problémák, nem az autó, és de ugyanakkor azt is meg lehet állapítani, hogy még mindig jobb, mint hogyha fegyvert ajándékoznának, mert azért azt is látjuk, és a szankciók mellett ez az, ami zavarja a nyugatot, ugye, hogy az Észak-Korea támogatja Oroszországot rakétákkal és tüzérségi eszközökkel, és ugye lesz egy újabb találkozó, most készítik elő, tehát az azt jelenti, hogy az orosz felet katonai szempontból erősítik az Észak-Koreák, aztán majd az előbb éppen arról beszélgettünk, hogy milyen minőségűek ezek a fegyverek, amit átadnak. Én nagyon várom azt, hogy milyen hatékonysággal működtetetők azok az eszközök, azok a tüzérségi lőszerek, amelyeket Észak-Korea ad Oroszországnak, de ezzel még várjuk, majd meglátjuk, vagy ha egyáltalán nyilvánosságra hozzák, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen a hatásfok ezeknek a fegyvereknek. Elsősorban indiai, kínai és törökországi vállalatokat céloz meg az új szankciós csomag, írja elemzésében az Euraktív. Az unió vagyonbefagyasztást és vízumtilalmat rendelt el továbbá az észak-koreai védelmi miniszterrel szemben, mivel állítólag ballisztikus rakétákat szállított Moszkvának. Peking és Brüsszel között is egyre mélyebb törésvonalak húzódnak. Wang Yi kínai külügyminiszter ugyan részt vett a müncheni biztonsági konferencián, az unió szerint azonban Peking kevéssé segíti elő a harcok befejezését, hiszen támogatásáról biztosította Moszkvát az ukrajnai háborúban. Nagykövet úr, hogyan értékeli az elhangzottakat? Én úgy értékelem, ahogy az egyik kollégám Salád Gergely nemrég megfogalmazta, hogy az európai politikusok hajlamosak a politikai-gazdasági öngyilkosságra. Ez egy mély pszichés probléma. India, Kína, Törökország, nem tudom én ki ellen szankciókat bevezetni, az finoman szólva is gyermeteg, és ha figyelembe vesszük, hogy az Európában felhasznált, eladott fogyasztási cikkeknek közel 25%-a kínai, így egy kínai viszont szankció az nagyon fájhat Európának. Én úgy gondolom, hogy itt ebben a kérdésben nagyon felelőtlen akciók születnek. Úgy gondolja Európa és részben az Egyesült Államok, hogy még mindig az ópiumháború korában élünk, és Kínát erővel, parancsal, nyomással rá lehet kényszeríteni arra, hogy saját érdekei ellen cselekedjen.
Kína ezt nem fogja megtenni, itt csak az a kérdés, hogy ezekre az európai szankciókra milyen súlyú válaszszankciók érkeznek Kínából, adott esetben még ne adj Isten Indiából is, hiszen indiai vállalatok is célul vannak kitűzve. Ezek a másfél milliárdos országok nem ijednek meg, sem von der Leyen asszonytól, sem Borrell európai főképviselettől. Ezek az idők már elmúltak, úgy látszik Európának el kell menni a pofonért, hogy ezt megtanulja. Most rövid szünet következik, azután azzal folytatjuk, hogy a palesztin-izraeli konfliktus árnyékában Irán komolyan felfegyverzi a haditengerészetet és a szárazföldi erőket is. Tartsanak velünk a szünet után is. Folytatjuk a háború Ukrajnában adását, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Vendégem itt a stúdióban továbbra is Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, és itt van velünk Skype-on Kusai Sándor volt pekingi nagykövet. Saját gyártású támadó drónokkal látta el szárazföldi csapatait az iráni iszlám forradalmi gárda. Ezen kívül az iráni haditengerészeti flottát is száját 3 és Navvab rakétákkal felszerelt járőr és harci hajókkal bővítették, mondta az iráni állami televízióban Ali Reza Tangsiri ellentengernagy. Az admirális kijelentette, hogy az iráni haditengerészet 103 tudásalapú vállalattal és 32 egyetemmel dolgozott együtt a hadihajók gyártásában. Igen, hát az természetes dolog, hogy Irán esetében mióta ugye látjuk azt, hogy támogatják az oroszországi ukrán hadműveleteket, azt azért lehet tapasztalni, hogy nagyon nagy gondot fordítanak a haderő fejlesztésére. Na most a forradalmi iszlám gárda az azért kiemelt feladatot kapott, elsősorban a külföldi iráni érdekeltségű szervezetek támogatásában, és hát erre fordítják a legnagyobb figyelmet. Ugyanakkor nyilván, hogy az iráni hadsereg fejlesztésére is fordítanak, de én úgy gondolom, hogy ezt állami szinten megkapják a forradalmi gárdát, tehát nem a hadsereg támogatja a forradalmi gárdát, vannak helyzetek, amikor a forradalmi gárda támogatja a hadsereget. Az azért meglehetősen ütőképes csapattal rendelkezik, szárazföldi erők, légierő, és főleg haditengerészet vonatkozásában. Tekintettel arra a hormozi soros esetleges lezárására, ha Iránnak ilyen szándéka van, ezt egyértelműen ez a csapat hajtja végre, és ezért fejlesztették elég magas szintre a haditengerészeti erőket Iránban. Tehát ennek egyértelműen hadműveleti célja van. Az egy más kérdés, hogy ez megvalósul vagy nem, ez sok tényezőtől függ, hogyan áll az atomprogram, hogyan reagál erre az atomprogramra Izrael, illetve az Amerikai Egyesült Államok, de azért azt el lehet mondani, hogy Irán mindenképpen azt szeretné megvalósítani, hogy ők közvetlenül ne vegyenek részt semmiféle háborúba. Azért vannak az úgynevezett támogató erők, proxy erők, akikre bízzák ezt a feladatot, akár Irakot nézzük, akár Szíriát nézzük, vagy akár mondjuk a Hútikat nézzük Jemenbe. Itt ezeket az erőket használják föl inkább, és nem szeretnék azt, hogy közvetlen konfrontációba kerüljenek akár Izrael, akár az Amerikai Egyesült Államokkal. Viszont ezek az erők, ezek a proxy erők támadják az amerikai csapatokat, akik jelenleg ugye Irakban, Szíriában tartózkodnak, és természetesen még jó sok helyen a Közel-Keleten, és ezeket a támadásokat nyilvánvaló, hogy az amerikaiak nem fogadják nagy lelkesedéssel, tehát ellencsapásra esetleg lehet számítani, ha nagyon idézőjelben mondom, elszemtelenednek az iráni proxy erők. Tehát itt van egy nagyon komoly feszültség, ami pillanatok alatt átcsaphat akár egy kisebb háborúba. Hamarosan beszélünk még erről is. Nagykövet úr, itt a hírnek az utolsó mondata az volt, hogy az iráni haditengerészet 103 tudásalapú vállalattal és 32 egyetemmel dolgozott együtt a hadihajók gyártásában. Tehát ebből úgy tűnik, hogy ez nem Iránnak egyfajta belügye, hanem igenis a külföld felé nyitás, és ez nem azt mutatja, hogy Irán elszigetelt lenne. Nyilván itt a külföldi együttműködésben elsősorban az Iránnal baráti országok kerülhetnek szóba. Gondoljunk bele Oroszországtól, Indián, Kínán át, sok ország van, amelyik Iránnal barátkozik, és egyáltalán nem kőbaltás ősemberek országai ezek.
Ez az egyik. A másik, ami itt nagyon fontos, hogy Iránban is nagyon komoly műszaki tudományos potenciál jött létre. Nem véletlenül tart sok ország attól, hogy Irán atomfegyvert fejleszt. Én úgy gondolom, hogy Iránban vannak mérnökök, vannak kutatók, rakétakutatók, tehát a saját egyetemeiken, kutatói intézetekben is számottevő technológiai fejlődés folyik. Ennek következtében egyetértve Ezredes úrral azt mondom, hogy sajnos a közel-keleti folyamatok, a tágabb közel-kelet folyamatai, beleértve ezeket az iráni fegyverkezési lépéseket is, lehetővé vagy egyik esélyé igen kellemetlen dologgá teszik annak a veszélyét, hogy egy másik vagy még nagyobb regionális konfliktus, háború törjön ki a térségbe. Ugyanakkor az Irán által támogatott katonai csoportok egymással is rivalizálnak, és az iraki sajtó ma arról számolt be, hogy veszélybe került az iraki belső biztonság, mert hetek óta heves harcok dúlnak a rivális katonai erők között. Azt írják, hogy az Irán által támogatott iraki síta milíciák között egy be nem jelentett háború dúl, amely az elmúlt hónapokban eszkalálódott, és több kormányzóságban, köztük a fővárosban, Bagdadban is napi összecsapások zajlanak. Eddig legalább 200 harcos halt meg. Az iraki kormány nem avatkozott be a legtöbb ilyen összecsapásba, amelyek közül a legutóbbi a Bagdad központjában lévő Al-Amil negyedben történt. A milícia több tagja meghalt, a helyi lakosok pedig megsérültek. Mint ismert, két hete amerikai dróncsapás végzett Bagdad egyik forgalmas utcájában egy terrorista vezetővel. Hát azt tudnám mondani, hogy Irakban egyáltalán nincs rend, meglehetősen sok ellentét van. Hát mióta ugye az amerikaiak jelentős számban kivonultak onnan, mert akik ott vannak, azok csak az iszlám állam ellen harcolnak, illetve az a feladatuk, hogy az ott lévő amerikai érdekeket, főleg a követségeket, konzulátusokat védjék, de azért azt lehet tapasztalni, hogy alapvető harc ugye, és ellentét az iraki síták és a szuniták között van. Na most a szuniták azért most kisebb helyzetben vannak, míg a síták délen megerősödtek, és őket támogatja Irán. Tehát ebből adódóan a két vallási felekezet között komoly harcok folynak. Aztán ne felejtsük el, hogy Iraknak az északi részén ott vannak a kurdok. A kurd problémát a mai napig nem sikerült megoldani. Ők ugyan nem nagyon kívánnak beavatkozni abba a harc sorozatba, ami a síták és a szuniták között történik, de éppen elég ez, és lehet látni azt, hogy ez nem csak a érintkezés vonala mellett, hanem mondjuk a fővárosban is zajlik, mint ahogy lehet hallani ezeket a különböző támadásokat. Tehát én úgy látom, hogy az iraki síták és a szuniták között béke egyáltalán nincsen. Iránnak továbbra is érdeke és nagyon fontos célja az, hogy a ott lévő síta erőket támogassa. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az amerikaiaknak a kivonulását sürgetnék, főleg a szunita erők, de Amerika azt mondta, hogy olyan 2-4 év alatt vonja ki az erőit, tehát itt ezzel sem kell kapkodni, de látszik az, hogy az amerikaiak is ott védelemre rendezkedtek be, mert azért őket is ugyanúgy támadják. Tehát ezen okok miatt áll fel az a helyzet, hogy jelenleg azt lehet mondani, hogy elég nagy a felfordulás Irakban. Én ezt a gondolatot vinném tovább nagykövet úrral, hogy mi történik most Irakban? Ugye közben zajlanak az egyeztetések az amerikai csapatkivonásról a helyi bázisokon, ahogyan azt Ezredes úr is említette. Igen. Amit látunk, az az, hogy Irakban a második iraki háború vége, az a Saddam Hussein megdöntése óta nem sikerült egy egységes, működőképes, hatékony államot létrehozni. Ennek a következményeit látjuk most. Az amerikai agresszió az lerombolta az addigi államszervezetet, ami helyette létrejött az elég kaotikus viszony. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy a különböző Irán támogatta csoportok közötti fegyveres harc az arra is rámutat, hogy Irán ugyan több csoportot is támogathat, de ezek nem egyszerű marionettbábúk, hiszen ha azok lennének, akkor Irán megtiltaná nekik, hogy egymással harcoljanak, és akkor békésen együtt élnének. Ez nem sikerült, tehát Irán befolyása ezekre a csoportokra korlátozott. A harmadik, amit mondani akarok nagyon röviden,
hogy ez az egész zavaros, instabil helyzet, ami Irakban van, ez következménye részben, részben pedig következő okozója lehet a térségbeli eszkalációnak. Pedig lépjünk tovább. Helyi palesztin kormányzó testületet akarnak létrehozni. Az izraeli erők a Hamász helyére, Gáza város Zeitun negyedében, jelentette szerdán az izraeli televízió. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte, Izrael azt szeretné, ha a háború után olyan helyi palesztin közösség vezetői vennék át Gáza kormányzását, akik nem állnak kapcsolatban sem a Hamásszal, sem a palesztin hatósággal. Közben Izrael szárazföldi hadműveletre készül Rafahban, közölte Benny Gantz, a háborús kabinet minisztere. A csatatéren egy rafai hadművelettel kell szembenéznünk, amely azután kezdődik, hogy a lakosságot evakuálják a területről, tette hozzá. Na, olyan erőket találni Gázában, akik sem a Hamasszal, sem a Fatakkal nincsenek kapcsolatban, elég nehéz. Tehát ezt így, ezt a változatot valahol írva mellett találták ki, nagyon nehéz, nehezen oldható meg, még olyan körülmények között is, hogy Gáza városnak egy területén belül. Tehát itt én úgy gondolom, hogy ezek különböző ötletelések, mert az izraeli vezetésnek nincs teljesen világos elgondolása arra vonatkozóan, hogy mi fog bekövetkezni. Jelenleg az látszik, hogy ők készítik elő a támadást ugye a legnyugatibb városon, a Rafah városa ellen, ahol 1,2 millió ember él, akiket ki kell telepíteni, még egyelőre azt sem tudják, hogy hová, tehát nagyon gyorsan nem megy ez a dolog. Utána pedig ugye azzal kell számolni, hogy az izraeli hadseregnek ott kell maradni a gázai övezetbe, tehát addig ott senkinek nem fogják átadni a hatalmat, míg viszonylag nem rendeződik a helyzet, az meg még messze van. Ezen kívül ugye most már időpont is mondták, ugye március 10-én Ramadán kezdett ebben az évben, ami ugye az izraeli részről azt mondták, hogy ha addig nem engedik ki a túszokat, akkor elkezdődik a hadművelet Rafah városa ellen. Hát nem biztos, hogy ezt meg lehet valósítani már, mint a palesztin lakosság kitelepítését, és közben egy harmadik fronton folynak azok a tárgyalások, amelyek próbálják megakadályozni azt, hogy ne indítson az izraeli haderő támadást Rafah városa ellen. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az izraeli vezetésnek határozott célja az, hogy Rafah megtisztuljon az ott lévő Hamasz erőktől. Hát egyelőre ennek a megvalósítása az kétséges. A tárgyalások során ugye az amerikaiak beavatkoztak elég intenzíven, ez Egyiptomban történik, részt vesznek a katariak, részt vesznek az izraeliek közül is néhányan, de egyelőre még az ismereteim szerint megállapodás ebben nem született. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egész folyamat még egy darabig el fog húzódni. Nyugati részről, főleg amerikai részről mindenképpen szeretnék elkerülni azt, hogy az izraeli hadsereg nagyobb hadműveletet indítson a város ellen, mert az hatalmas nagy palesztin lakosság pusztulásával járna. Tekintettel arra, hogy itt a lakosság zöme a sátrakból lakik. Na most, hogyha sátrakból laknak az emberek, és nem téglaházakban, vagy bármi másból stabil építménnyel létrehozott lakásokban vannak, akkor igen nagy a halálozási veszély, mert egy sátrat lövedékkel átütni nem a nagy művészet. Tehát itt nagyon sok halott várható, és ettől félnek nyugaton, hogy ha támadást indítanak az izraelek, akkor ennek meg lesz a nagyon súlyos következménye a polgári lakosság számára, és ez megy tovább, mert ugye akkor különböző tiltakozások lesznek az arab államokban, Izraelnek a helyzete tovább romlik, elszigetelődik, a nyugaton megindulnak a tüntetések Izrael ellen, tehát ezt szeretnék elkerülni, amennyire lehet, egyelőre ez még kérdője. Ez egy érdekes kérdés, hogy Izrael szeretne egy olyan politikai erőt Gázában, amelyik sem a Hamasszal, sem pedig a palesztin hatósággal nincsen kapcsolatban. Hogyan látja ezt nagykövet úr, ezt a kérdést? Természetes törekvése minden megszálló hatalomnak, hogy báb kormányt hozzon létre. Ezzel a történelem tele van. Hogy ezek a bábkormányok mennyire sikeresek, az a történelmi tapasztalat szerint változó. Az én véleményem itt egy kicsit különbözik ezredes úrétól, én úgy gondolom, ahogy azt az egykori magyar celeb mondta, van annyi pénz, amiért korpás az ember haja, tehát ha az izraeliek eleget fizetnek valamilyen palesztin személyeknek, akkor fognak találni olyat, aki bevállalja a bábkormány szerepét.
A báb kormányok általában többnyire nem szoktak sikeresek lenni. A Kiszling kormány a II. Világháború alatt Norvégiában kevésbé volt sikeres. Ugyanakkor látunk olyan példát is, hogy Dél-Koreában az eredetileg báb kormányként létrehozott rezsim, az mára demokratikus országgá fejlődött. Dél-Vietnámban a báb kormány kísérlet kudarcot vallott, és így tovább. Történelmileg hosszan lehet elemezni. Ez egy ismert, gyakorlott nemzetközi politikai technika, hogy báb kormányt hozunk létre. Ennek a túlélése ez nagyon nagy mértékben attól függ a későbbiekben, hosszabb távon, hogy meg tudja szerezni a lakosság legalább egy részének támogatását. Nem tudom, meglátjuk. A politikai szándék, a cél, az teljesen nyilvánvaló. Kusai Sándornak és Kis Benedek Józsefnek köszönöm szépen az elemzést, önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm a felelős szerkesztő Nádori Teodóra nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban találkozunk és folytatjuk az orosz-ukrán háború és más konfliktusok részletes elemzését a viszonthallásra, viszontlátásra.